Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Valóban egy nagyon izgalmas előadásban lesz most mindenkinek része, de nem miattam, hanem amiatt a platform miatt, amit bemutatok. Mindenek előtt szeretném azt javasolni, hogy ha nem baj, akkor hagyd tegeződjünk, mivel gondolom mindenki kollega, tehát tanár, aki most részt vesz ezen a webináriumon, és talán könnyebb lesz téged ideget végig kalauzolnom ezen az oldalon. Ez az oldal tehát az iWitness felület. Először azt mutatom meg, hogy lehet megtalálni, nagyon egyszerűen. Talán a legegyszerűbb az, hogyha beütjük a Google-ba, hogy iWitness, így ahogy mondom angolul, és rögtön az első találat ez lesz. Vagy pedig megjegyezzük ezt a címet, hogy iwitness.usc.edu, és ha ezt beírjuk a keresőbe, vagyis a felső kurzor jelbe, akkor meg fogjuk kapni ezt az oldalt. Na most az iWitness az egy olyan platform, ami különböző online oktatási anyagokat tartalmaz, és mindehhez, itt látszik, a Dél-Kaliforniai Egyetem SOA alapítványának a videóarchívumát használja. Tehát így egyrészt ez egy online felület, másrészt digitális készségét fejleszti a gyerekeknek, és multimédiás eszközöket használ, tehát ez valóban egy 21. századi oktatási platform. És most itt az elkövetkezendő szűk 3-4-1 órában azt fogom megmutatni, hogy hogyan használható ez az oldal tanároknak, diákoknak, különösen most ebben a helyzetben, amikor ugye a járvány miatt online kell tanítanunk sok mindent. Az iWitness oldalra regisztrálnunk kell, amikor elkezdjük használni. Ez a regisztrálás ez nagyon egyszerű, ingyenes természetesen és rövid idő alatt meg lehet csinálni. Hogyha nézzétek, akkor itt a jobb felső sarokban van ez a piros ikon, hogy Register Now, erre kell rákattintani. És hogyha rákattintottuk, akkor látjuk, hogy van egy külön tanári és külön diák regisztrálási felület. Nekünk természetesen erre a tanárira, az egyikétől külre kell kattintani. Igen, itt közben elmondom, hogy az látszik, hogy ez egy angol nyelvű oldal, de senkit se riasszon vissza. Egyrészt, mert nagyon sok magyar nyelvi tananyag található az oldalon, és igazából csak egy-két alapkifejezést kell megtanulni angolul, illetve itt fönt látjátok, be van építve egy Google fordító, tehát hogyha végképp el vagyunk vetve, akkor át lehet állítani a magyar nyelvet. Sajnos tapasztalatom szerint néha ez a fordító blokkolja bizonyos funkcióknak a működését, de tényleg nagyon-nagyon alapszó nincs, ezt kell csak ismerni az angol nyelvet. Tehát, hogyha rákattintottunk a regisztrációra, és ugye a tanári regisztrációt választjuk, akkor ki kell tölteni ezt az oldalt. Ugye ide be kell írnunk a keresztnevünket, ide a vezetéknevünket, meg kell adnunk az e-mailünket. Mindenképpen azt az e-mailt adjuk meg, amit a legtöbbször használunk. Adjunk meg egy jelszót, ezt is, ha lehetne, felejtsük el, illetve erősítsük meg a jelszót. Itt bejelöljük az országot, természetesen gondolom minden művel Magyarország lesz, vagy egy környező ország, a városnevet. Ugye államot nem kell bejelölnünk, mert ez csak akkor, hogyha az Egyesült Államokban élünk, ide beírjuk mondjuk az iskoláknak a nevét, az, hogy milyen típusú intézményről van szó, valószínűleg többségünk a publicot, vagyis az állami iskolát fogja bejelölni, de ugye van mindenféle más is, tehát egyházi és így tovább. Bejelöljük, hogy milyen szerepet töltünk be ebben az iskolában, gondolom, hogy leginkább az educator, általános iskolás, középiskolai és így tovább közül fogunk választani, bejelöljük azokat az osztályokat, amelyeket tanítunk. Látjátok, hogy itt a számozás az ugyanaz igazából, mint nálunk. Érdemes megjelölni a tantárgyakat, amiket tanítunk. Itt arra is rákérdeznek, hogy de hogyan hallottunk az iWitness-ről, itt sem kell túl bonyolult dolgokra gondolni, tehát itt lehet, hogy a Dél-Kaliforniai Egyetem alapítványának az oldaláról értesültünk, vagy interneten kerestük, és így tovább, tehát bármelyiket bejelölhetjük. Az, hogy miért csatlakoztunk, vagy bármi egyéb megjegyzés, mint látjátok, nincsen csillag, tehát hogy ezeket nem kötelező megírni. Ami fontos viszont, hogy jelölnünk kell, hogy igen, elfogadjuk a használati szabályzatot, és utána kattinthatunk rá erre a Submit felületre, amire én most persze nem fogok rá kattintani, mert én már regisztráltam. Úgyhogy minden más alkalommal, miután ezt a regisztrálást megcsináltuk, utána mindig a jobb sarokban erre a login feliratra kell kattintanunk, és akkor oda be kell írnunk az e-mail címünket,
felhasználó nevünket, de az a mi esetünkben e-mail cím. És most gyorsan belépek. És hogyha beléptünk a felületre, akkor már benne is vagyunk, és itt most gondolom, ugyanazokat a dolgokat látjátok, amit én is, csak még nektek nem lesz majd ilyen sok név. Tehát ami, ahol most vagyunk, ez a dashboard, ezt úgy lehetne fordítani talán, hogy az asztalom. Itt sok olyan fül van, ami fontos lesz nekünk, és lesznek olyan fülek, amelyek még nem annyira fontosak nekünk. Miért is mondom ezt? Az iWitness egyrészt használhatjuk egyszerű felhasználóként, tehát olyan tanárként, akik különböző már elkészült tananyagokat meg fogunk osztani a diákjainkkal, és ők azokat elvégzik. Illetve egy magasabb szintet, amikor már feladatkészítők vagyunk, és feladatkészítőként használjuk az iWitness-t. Ezen a mai alkalmon csak a felhasználói oldalról lesz természetesen szó, mert feladatkészítőként azért egy kicsit bonyolultabb a helyzet, bár az sem túl komplikált. Ami nekünk most fontos lesz, az ez az activity fül, mert hogyha erre rákattintok, akkor fogjuk megtalálni a tananyagokat. Tehát a tananyagokat az oldal activity-nek nevezi, és itt látjátok, hogy mindenféle tananyag előjön, nagyon-nagyon sok tananyag. Ezekről a tananyagokról a második részben fogok majd bőségesebben vagy bővebben beszélni sem. De annyit azért most is megmutatok, hogy például lehet a tananyagokat nyelvre írni. Tehát itt mindig bal oldalon van ez a sűrű felület. Rákattintok a Hungarian-re, és láthatjátok, hogy rengeteg magyar nyelvű tananyag található. Tehát, hogy ezeket mind használhatjuk, de ha valaki közülünk esetleg nyelvtanár, akkor direkt jól jöhet neki természetesen, hogy mondjuk angol nyelvű tananyagra másokat intottam. Angol nyelvi tananyagokat választhat bármilyen témában. És hát ugye mindannyian tudjuk, hogy nyelvtanárnak jó lenni, mert az ember ott nagyon sokféle témában taníthatja a diákokat, észrevétlenül, miközben az elvileg nyelvet tanít, de annál sokkal többet is taníthat. Jó. Ami még fontos, hogy mondjuk mi kiválasztunk egy tananyagot, amit szeretnénk, hogyha a diákjaink megcsinálnák, de hogyan jut el ez a diákokhoz? Itt az a fontos, hogy rákattintunk erre a bizonyos student and group feliratra, vagyis tanulók és csoport. Ha erre rákattintunk, akkor látjátok, hogy nekem például már itt nagyon sok csoport van. És ha egy újabb csoportot akarunk létrehozni, akkor itt megint jobb oldalon viszonylag fönt van egy olyan ikon, amire ha rákattintunk, akkor ezt meg tudjuk tenni. Make a group, mondja a felirat, tehát csinálj egy csoportot. Erre rákattintok, adok egy nevet a csoportnak, próbacsopi, és aztán hát föltölthetek fényképet, ha akarok, de szerintem ez teljesen felesleges, és egyszerűen csak ezt mondom neki, hogy mégis. Erre rákattintok, akkor kiírja, hogy létrejött ez a bizonyos próbacsopi, és hogy van egy kódja ennek a csoportnak, ezt mindjárt meg fogom mutatni pontosan is. Így leokézom. Hogyha előttünk van ez a group felület, akkor itt látjátok, hogy be lehet azt állítani, hogy névsorban adja ki, ezért van az, hogy az elsők nálam ugyanis számmal kezdődnek, meg be lehet azt is állítani, hogy aszerint, hogy melyiket mikor hoztuk létre, és akkor a legfrissebben létrehozottak kerülnek előre, látjátok, hogy itt van. Most próbacsok. Na most, hogyha bemegyünk tanárként a csoportba, akkor mit látunk? Mutatok egy olyan csoportot, amit tulajdonképpen próbacsoportnak jött valamikor létre, mert ugye a gyerekek személyiségi jogai miatt nem akarok most olyan felületet mutatni, ahol beazonosíthatók lennének a gyerekek. Itt van például ez a csoport, 1945 hazatérés, ezt tovább képzésen csináltuk. Ha erre rákattintok, akkor az látszik, hogy van benne 3 darab diák, de természetesen ez lehet bármennyi, tehát 10 is, meg 40 is, meg 100 is. És hogyha én a diák fölé viszem az egeremet, akkor látjátok, hogy megjelenik 2 felirat, hogy így egy üzenetet, illetve ellenőriz, hogy hol tart a diák. Tehát ha rákattintok erre a Check Progress feliratra, akkor
megjelenik az, hogy na hát ez a diák ennek a feladatnak csak az első részeit csinálta meg, mert hogy itt van egyáltalán bármilyen színezés, és látjátok, hogy ez a terület, ez így szürke, tehát ő abban így belesikerült. Hogyha az egész feladatot megcsinálta volna, akkor sárga lenne az egész terület. Minden esetre én már most is rákattinthatok az újból felvillanó check progress, tehát ellenőrizze a haladást feliratra. És ha erre rákattintok, akkor megjelennek a feladatban szereplő kérdések, és a diák arra adott válaszai, amelyek itt most természetesen fals válaszok, mert hát ugye ez csak azért van, hogy itt a képzésen meg tudjam mutatni. A gyerekek ennél sokkal értelmesebb válaszokat szoktak adni. És azt is láthatjátok, hogy én, mint tanár, adhatok erre valamilyen választ. Tehát mondjuk itt az F kommentre rákattintok, és azt mondom, hogy ezt nem válaszoltad, mert megnyomom az Enter, és ott van az én válaszom, hogy a gyerekek nem válaszolta meg. Jó, visszalépek a csoporthoz, tehát ők a diákok. Az is előfordulhat, hogy, vagy bocsánat, hogy visszalépek még egyet, hogy ugye, tehát részrehozunk egy ilyen csoportot, akkor az a következő kérdés, hogy hogyan hívunk meg diákokat ebbe a csoportba. Ez nagyon egyszerű. Ugye megint látjátok, hogy itt van ez a bizonyos kód. Ez az a kód, amire a diáknak szüksége lesz a regisztráláskor. És akkor most megmutatom, hogy a diákok hogyan regisztrálhatnak. Kilépek ehhez a feliratból természetesen. És megkérem a diákokat, hogy ők is regisztráljanak az oldalra. Gondolom, most nagyon sokan használtok valamilyen megosztó oldalt, esetleg Facebook csoportot, vagy a Google Classroom-ot, vagy bármelyik oldalt, ahol kommunikáltok a diákokkal. Ez nagyon egyszerű, mert egy-két mondatban az ember elmagyarázhatja, hogy a diáknak mi lesz a feladata. Megadjátok nekik az e-mail, a website-nak a címét, ugye az iWitness-t bemásoljátok, hogy erre kattintsanak rá, hogy utána kattintsanak erre a regisztrálás fülre. És itt ne az educator, hanem természetesen a student feliratot választák. Rámennek erre, és rögtön az első, amit a rendszer kér, az ez a bizonyos kód, amit ide beírtok. És akkor utána a gyerek is ad egy felhasználó nevet, bármi lehet, neki nem muszáj e-mail címet adni, tehát ez bármilyen név, amiről mi felismerjük, tehát azért érdemes a diákjaink figyelmét arra felhívni, hogy ami behazonosítható nevet adjon, ugye rendesen a saját nevét, de itt külön ugye le kell írni a megint a keresztnevét, a vezetéknevét, kell választania és megerősíteni egy jelszót, megint klikkelje ki, hogy igen, egyetért a felhasználási feltételekkel, rákattint a submitra, és ő akkor onnantól fogva benn van a rendszerben. Jó, tehát a diáknak még könnyebb is a regisztrálás, mint nekünk, mert nem kell minden a férjére válaszolnia, a legfontosabb ez a bizonyos kód, amit ugyanúgy el tudunk neki. Most akkor visszamegyek a rendszerbe. Jó, tehát hogy eddig az volt nagyon fontos, hogy itt találjuk meg a már meglévő csoportjainkat, amire ha rákattintunk, akkor látjuk a gyerekeket is, de ha újabb csoportot akarunk létrehozni, akkor erre a még egy group feliratra kell kattintani. Érdemes úgy adni a csoport neveket, hogy be tudjuk azonosítani, tehát láthatjátok, hogy én például egy most 11. osztályomnak olyan nevet adtam, hogy tudjam, hogy a 11. osztály 2020-as évről van szó a Berzsenyiben, mert ha sokszor használjuk az oldalt és sok osztályjal, akkor ugye nagyon zavaró lehet a sok 11. A, ami pedig különböző folyamatok. Ami még fontos lehet, hogy rendben van, létrehozok egy diák csoportot, na de hogyan kerül be a feladat a csoportba? Mert hogy a diákok nem látják az összes tananyagot úgy vinni, hanem azt, amit kijelöltünk nekik. Rálépek megint az activity-re, tananyagokra. És mondjuk, elhatároztam, hogy én a női emancipáció feladatot akarom mondjuk velük megcsináltatni. Rákattintok a feladatra. És látjátok, hogy itt egy kicsit, ha lejjebb gördülünk, van egy ilyen action fül. És hogyha ebbe az action fül füret lenyitom, akkor van egy ilyen assign, tehát kijelölés felirat. Erre rákattintok. És itt kijelölhetem, hogy melyik csoportba szeretném betenni. Nekem itt nyilván már nagyon sok csoportom van,
ugye, ha jól emlékszem, az előző 45-ös csoport volt az, amit próbaként mutattam, tehát azt kijelölöm, itt be lehet állítani egy dátumot is, hogy mikorra kell neki megcsinálni ezt a feladatot, de ezt rajtam múlik, tehát megadhatok én nagyon-nagyon messzi dátumot is, és akkor mindenképpen nem lesz érdekes. Írhatok ide üzenetet is, hogy szeretnék, de ez sem kötelező, és utána erre a piros ikonra kell rákattintanom, hogy jelölt ki a feladatot, aztán elkérjük. Erre most rákattintottam, és most elvileg, ha visszamegyek a Student and Groups-ba, és rámegyek a 45-ös feladatra, nem is kell, vagy csoportra, nem is kell rámennem, csak látjátok, hogy itt a hazatérés feladat mellett megjelent a női emancipáció feladat is. És ez azért fontos, több tananyagot is betehetek egy csoportban nyugodtan, mert ha mondjuk most megint rákattintok a diáknak a nevére, akit nem létezik, akkor azt látjátok, hogy neki mind a két feladat látható a csoportjában, és azt is látni fogom, hogy melyiket oldotta meg. Én gyakran csinálok olyat, hogy egy csoportba több feladatot is beteszek, és azt mondom a gyerekeknek, hogy választhatok, hogy melyik feladatot szeretnék, nem kell az összeset megcsinálni. Amúgy, amikor a diák belép a felületre, akkor neki ugyanígy meg fognak jelenni jobb oldalon csoportjai, és hát ha ő csak egy csoportban van benne, persze több csoportba is beléphet, hogyha mondjuk több éven keresztül tanítjuk, és több ilyet csinálunk vele, de hogy ez a csoport fog neki megjelenni, amelyikbe ő tartozik, és akkor meg fogja könnyen találni a feladatot. Jó. Tulajdonképpen ennyi a technikai információ a feladatokról, és akkor most kérjünk rá inkább egy kicsit a pedagógiai dolgokra, ami biztos, hogy benne sokkal érdekesebb, illetve hát ha bármi nem volt világos, akkor persze kérdezzetek, és majd a végén fogok mindenre válaszolni. Hát itt vannak a tananyagaink, és most ezekben mélyedjünk el egy kicsit jobban. Egyes tananyagokat részletesen is meg fogok mutatni, tehát együtt végig fogunk menni rajta, hogy lássátok, hogy hogyan is működnek ezek a tananyagok, és mi az, amiben más, mint mondjuk a hagyományos oktatás. Egyrészt még mindig beszéljünk egy kicsit a szűrésről. De azt ugye láttuk, hogy lehet nyelvre szűrni. Be is kattintom, hogy lássátok, hogy magyar tananyag is milyen sok van már. Tehát itt most csak a magyar nyelvi tananyagokat. Lehet azt szerint is szűrni, hogy melyik mivel foglalkozik. Ez azért nem teljesen megbízható, nem mindig sikerül ezeket jól belülni, de mondjuk minket érdekel Auschwitz, akkor látjuk, hogy arról konkrétan egy tananyag szól, ami mindig nem teljesen igaz, mert már több is szól erről. Esetleg rákereshetünk a szerzőre is, ha azt tudjuk, de elfelejtettük, hogy mi az a tananyag, amit csinált, illetve a kereszttantervek és tanmenetek alapján, ezek mindig igazítva vannak, de erről mindjárt meg szólok pár szót. De én azt mondom, hogy a legegyszerűbb az, hogyha nyelvre szűrünk, illetve ami még nagyon fontos lehet, legfelül, ezek a különböző feladattípusok. Na most a GeoStudy-ról és az iVox-ról nem beszélnék, mert ezek egyelőre még így fejlesztés alatt vannak, főleg így Magyarországon, és az iVox-ról majd lesz külön szó egy másik webináriumban valószínűleg. Illetve a Lesson-ről sem beszélnék most, mert paradox módon ez pont egy olyan feladattípus, ami nem online feladat, tehát videóinterjú, multimédiás anyag köré épül, de azért van kitalálva, hogy elérhetőek legyenek olyan feladatok, amelyeket offline, a tanteremben is tudunk használni. Ez egyébként gyakorló tanároknak volt a kérése, hogy ha lehet, akkor legyenek hozzáférhetőek ilyen tananyagok is, mert azt hiszem mi is mindannyian ismerjük azt a helyzetet, hogy hát nagyon szívesen megcsináltatnánk a gyerekekkel egy online feladatot, csak nem működik a számítás technika teremben valami, vagy a gyereknek otthon nincs internete, vagy nem merjük rábízni az online feladat elkészítését, és így tovább, tehát technikai anomáliát lehetne. Viszont most ugye az a helyzet állt elő, hogy most csak online tudunk tanítani általában, úgyhogy ezért most ezzel nem is foglalkozunk. Ami most minket érdekelni fog, ez a MiniQuest, az InfoQuest és a VideoActivity, és mindegyikre meg fogunk nézni egy-egy példát. Röviden csak annyit mondanék el előjáróban, hogy meg lehessen jegyezni, hogy hogy tudjuk ezt beazonosítani. A MiniQuest az egy meglehetősen lineáris feladat, tehát ahol csak haladunk egymás után. Az InfoQuest, ez egy olyan feladat, ami kisebb diákoknak is jó, mert szófelhőt kell gyártani. A Video Activity pedig olyan tananyag, amiben videó eszköz
kell vágni a gyerekeknek a rendszeren belül. Jó, nézzünk akkor most mind a háromra egy példát, és igyekeztem olyan tananyagokra fókuszálni, amelyeket esetleg most konkrétan is tudunk majd használni így az év vége felé haladva. Először annyit mondanék egy előjáróban, hogy ezek a tananyagok, egy-egy tananyag nagyon sok tantárgyban használható, de azért persze elsősorban a humán tantárgyaknál. Tehát használható nagyon sok történelem órán, irodalom órán, nyelvórákon, élő nyelvórákon, etika órára, osztályfőnöki órára, médiaismeret órára, rajzórára, vizuális kultúrára, és így tovább. De folyamatosan bővül ez a feladat tár, és hogy készül olyan tananyag, ami informatika tanároknak is nagyon jó használható, sporttörténeti óra, tehát mondjuk van olyan óránk, ami például a Müncheni olimpiával, a Berlini olimpiával foglalkozik, Müncheniről is, és akkor ez mégis a történelemnek és a sporttörténetnek is egy keresztmetszete, tehát hogy ezért nagyon széles ez a tananyag, vagy nagyon széles ez a tantárgyi bázis, amiben használunk ezeket a tananyagokat. Nézzünk akkor egy mini questet. Ez egy nagyon friss tananyag, ezt most azért mutatom meg, mert talán 11-es diákokkal lehet használni, de a dualizmus társadalma címet viseli. És látjátok, hogy egy ilyen tananyagos... Igen? Muszáj beleszólnom. Lekapcsoltam a kamerádat, de azt írják, hogy nem látszik a képernyő megosztást. Úgyhogy kapcsold vissza, Léci, a kamerádat. Jó. Nehogy emiatt ne legyen gond. Jó, rendben. Visszakapcsoltam. És most jó? És azt mondják, hogy most jó. Ezt a részt kérlek, kezd el újra. Jó, és vajon mikor kapcsoltad le? Hát nem tudom, nemrég. Jó. Ezt a dualizmus társadalmát, ezt mond újra, Léci. Jó, rendben, mert azt mondom, hogy előtte, amit mondtam, azt talán hallásra is lehetett követni, ugye? Mert azt nem mutattam semmit, csak kimerevítettem ezt a tollat. Ugye? Igen. Jó, tehát a lényeg az, hogy ez egy magyar nyelvi tananyag, és egy minikvesz, nem kell annyira szűrni, mert nagyon friss. Tehát rákattintok egyszerűen a tananyagra, és fogjuk látni. És látjátok, hogy itt mindig szerepel az is, hogy hanyadikos gyerekekkel lehet használni, hogy milyen nyelven van, hogy mi a feltételezett ideje, ami bekerül. Itt majd látni fogjátok azt is, hogy nem baj, hogyha a gyerek nem bír másfél órát ülni a gép előtt egyfolytában, mert többször kiléphet, meg beléphet, tehát hogy ez nem jelenti azt, hogy neki folyamatosan kell dolgoznia. Természetesen a naphoz is illeszkedik a tananyag, illetve fel van sorolva az, hogy milyen tantárgyaknál lehet ezt használni. Mindegyik tananyagunk ilyen, illetve van egy rövid leírás, hogy te, mint tanár, hogy kb. Miről is szól ez a feladat. Persze, gondolom, egyikünk se ad ki egy feladatot a gyerekeknek, anélkül, hogy ő maga ne nézné végig tüzetesen. Most végig fogunk menni a feladaton, és ugyanazt fogjuk látni mi is, mint amit a diákok látnak. Tehát elkezdjük a Begin Activity-nél feladatot. Először is, ez nagyon fontos, hogy látjátok ezt a négy szakasz. A Consider, a Collect, a Construct és a Communicate szakasz. Ez, amit mi úgy hívunk, hogy a 4C, sajnos a magyar fordításban nem sikerült ilyen elegánsan C-betűsítenünk a dolgot. Tehát a Consider-t úgy szoktuk fordítani, hogy ráhangolódás, a Collect részt úgy szoktuk mondani, hogy gyűjtőmunka, a Construct az, ami magyarul a jelentésteremtés, és a Communicate pedig a reflektálás. Tehát még egyszer elmondom, jelentésteremtés, vagy hát ráhangolódás, gyűjtőmunka, jelentésteremtés és reflektálás. Ebből már lehet, hogy van, aki sejti, hogy igazából ezek az IV-nek tananyagok a konstruktivista pedagógiára épülnek, ami azt jelenti, hogy nagyban építünk a diákjainknak az előzetes tudására, a saját véleményére, az érzéseire, vagyis ezeket a tananyagokat ritkán használjuk olyan célokra, hogy tényanyagot tanítsunk meg neki. Nem az a célunk, hogy lexikális adatokkal töltsük a fejüket, hanem valami ezen túlmutatót akarunk neki. Na most ez a tananyag, ez egy kicsit hibrid ebből a szempontból, és azért is mutatom meg, mert így, ahogy itt távoktatásra kellett átállni, hát én is rögtön szembesültem ezzel, hogy bizonyos
tényanyagokat is meg kell, hogy tanítsak a gimnazistáimnak, ami majd hiányozni fog nekik az érettségén, ha nem tanuljuk meg. Úgyhogy ebben az anyagrészben igazából van elég sok jó tényanyagról is, de azért nagyon fontos, hogy a diák itt mégis maga tudnak össze bizonyos dolgokat, és magának kell felfedeznie, vagy rájönnie bizonyos eseményekre, illetve az azok mögött húzódó okokra, logikai összefüggésekre. A consider rész az, ahol így behúzzuk a gyereket az egész témába, és itt van egy rövid leírás a diáknak, és azt is elmondom neki, hogy hogyan tud haladni a tananyagban, ugye vagy a kis piros nyirakra kell kattintani, vagy erre a bizonyos next gombra. És ami még nagyon fontos, ez a bizonyos save gomb, mert hogy ezzel tudja elmenteni a válaszait. Ez azért akkor lényeges különösen, hogyha miközben csinálja a feladatot, egyszer csak elszáll az internet, ugye ez megtörténhet, de az addig elmentett válaszai megmaradnak, vagy végzi a feladatot, de nagyon elfáradt, kicsit ki akar lépni belőle, akár több napra is, ezzel sincs semmi gond, bármikor visszalép az iWitness-be, akkor ott fogja folytatni, ott tudja folytatni, hol a hagy. Hát, ebben a feladatban is láttuk itt oldalt egy ilyen toolkit fület, amire ha rákattintunk, akkor vannak különböző dokumentumok, amelyek csak nekünk tanároknak érdekesek, tehát nem a diákoknak szólnak, de itt van, megadunk mindenféle más forrást is, vagy azért, mert például itt van ez a kép, és nem biztos, hogy jól látja, ugye ilyen kicsi képernyőn, tehát ha rákattint a toolkitben, mondjuk erre a képre, remélem ti is látjátok, hogy ezt így nagyban is meg lehet nézni. Most ez nagyon idegesítő lesz, hogy ezt tudom még lekapcsolni, de akkor ez így marad. Illetve az is lehet, hogy olyan feladatot adunk neki, amihez külön kell megtalálni a társszöveget. Jó, tehát a következő fiától indul el tulajdonképpen maga a feladat, és itt ugye az a consider, vagyis a ráhangolódás rész, hogy építek arra, hogy a diákok mit tudnak. Nem pont az osztrák-magyar monarchia népeiről, hanem általában, amikor egy társadalomról beszélünk, akkor milyen szempontból beszélhetünk a társadalomról. Tehát ezért van itt ez a kérdés, hogy tegy össze és írja néhány kategóriát, nézőpontot, ami szerint lehet vizsgálni egy ország társadalmát, esetleg ez a kép is segíthet. És akkor a diákoktól várhatjuk, hogy valószínűleg leírnak olyan dolgokat, hogy szerint vizsgálni, hogy milyen nemzetiségek élnek a társadalomban, vagy társadalmi rétegek szerint, vagy vallás szerint, és így tovább. Bízunk benne, hogy nagyon sok választ fogunk kapni a diákjainktól. Hogyha erre válaszolt, akkor léphet tovább a next gombbal, még mindig a ráhangolódásban vagyunk csak. Kap egy nagyon egyszerű diagramot, ami azt mutatja, hogy ugye Magyarország népességi adatai. Megkérdezzük, hogy mennyivel növekedett, ez egy nagyon egyszerű kérdés, és sorolj fel lehetséges okokat erre a demográfiai robbanásra. Nem baj, hogyha a diák nem válaszol jól. Tehát itt most elsősorban nem arra vagyunk kíváncsiak még, hogy az osztrák-magyar monarchiában miért nő a népesség, hanem hogy ő mindenféle korábbi történelmi tudását mozgósítsa, mert mi a 19. századhoz érünk már valószínűleg sokszor, és sokat tanult különböző társadalmakról és demográfiai robbanásokról, vagy éppen csökkenésekről, tehát számíthatunk arra, hogy van valami előzetes tudása, ami alkalmassá teszi ennek a megoldására. Itt is ebbe a fehér mezőbe kell írni a válaszait. És akkor van egy következő forrás számára, ami ugye a nemzetiségeket mutatja. Állapítsa meg, hogy melyek azok a nemzetiségek, amelyek a legtöbben vannak. Mi az oka annak, hogy Magyarország ilyen sok nemzetiségi ország, ugye itt is még csak a korábbi történelmi tudását mozgósítja, mert nagy eséllyel tanulhat, hogy például a török hódoltság után milyen sok betelepítés történt az országban. Melyik az a nemzetiség, amelynek aránya leginkább növekszik, és hát ugye erre a magyart választja, reméljük, de ha rosszul tenni, akkor én a következő ilyen elárulom neki, hogy a magyar nemzetiség, próbálja meg kitalálni, milyen nemzetiség. És tulajdonképpen az a ráhangolódás rész. Tehát most már jobban megtekintette a magyar társadalmat, abban a szempontból, hogy milyen kategóriákban lehet ezt vizsgálni, hogy milyen fontos az, hogy a nemzetiségek élnek, és hogy van egy demográfiai robbanás, tehát ezek mind fontos jellemzője monarchiának. Most nem fogok mindegyiken ennyire részletesen végigmenni, csak a ráhangolódás részt akarom megmutatni. A Collect részben is foglalkozik egy kicsit a nemzetiségekkel,
foglalkozik a kivándorlással, ahol van számára térképes forrás is, de el kell olvasni a leveleket is, ami forrásokat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy ki mi miatt hagyták el az országot, így azt is össze kell rakni, hogy hogyan függ ez össze a nemzetiségi kérdéssel, mert ugye a térképeket összevetve látszik, hogy főleg a nemzetiségi területekről vándoroltak ki emberek, és a diagramot is megnézhet később, ami ezt igazolja. És akkor a következő részben még mindig a gyűjtő munkában vagyunk, újabb információkat fog gyűjteni az asszimilációnak a jelenségéről, és ezt már videóinterjúkkal tesszük. Természetesen nincsen egy dualizmuskori interjúink, de azok az interjúk, amelyeket a Soa alapítványban találunk, például Csíri Lajostól, illetve Székely Évától, tehát ezekben az interjúkban a nagyszüleikről mesélnek először az interjúalanyok, akik még az osztrák-magyar monarchia korában éltek, tehát így lehet összekötni ezt a régi korszakot a mával. Itt a videóinterjúkra rákattintva meghallgatja az interjút. Látjátok, hogy van egy ilyen more info fül. Ha erre rákattint, akkor előjön az interjúalanynak az életrajza, a rövid életrajza. És tulajdonképpen az interjút is ugyanolyan forrásként használjuk, a szöveges forrás. Csak itt éppen nem egyszerű leírt szöveget fog elemezni, mert hiszen látja a metakommunikációit is az interjúalanynak, esetleg megismeri az értelmeit az interjú alanynak, vagy az, hogy hogyan áll egy kérdéshez, hogy mondjuk hogyan beszélnek arról, hogy a nagyszülők milyen helyet foglaltak el az adott közösség társadalmában, ahol éltek, vagy hogyan viszonyultak a valláshoz, és így tovább. Tehát ez egy nagyon érdekes betekintést ad a mikrotörténelemmel. Megtaníthatjuk úgyis az asszimilációt, hogy asszimiláció kettős pont definíció ír le a füzetbe, de hogy az interjúk során sokkal mélyebb betekintést nyer arra vonatkozólag, hogyan is működött ez az asszimiláció, és mit jelentett azoknak, akik asszimilálódtak. És ez két interjú segítségével világítunk. Pedig van persze egy táblázat és egy nyelvi asszimilációra vonatkozólag. És miután ezeket a dolgokat megtudta, tehát a ráhangolódás részben mozgósította az előzetes tudását, a gyűjtő munkában új információkat szerzett, utána jön a jelentésteremtés rész, ami tulajdonképpen azt kéri a diáktól, hogy ő most már ezek alapján konstruálja meg a saját tudását. Foglald össze 8-10 mondattal a tanulmányok alapján, hogy mi minden az oka annak, hogy a magyarság alá nem ered népességen belül. Ezt le kell írnia, és a reflektálás részben pedig, hát itt egy olyan feladatot adtam nekik, hogy mindezek ismeretében, ha te lettél volna a vezető politikus, akkor hogyan, milyen intézkedéseket vagy törvényeket hoztál volna. Az is nagyon fontos, ugyanis az ilyen tananyagoknál, hogy mindig próbáljuk a gyereket is bevonni ezekbe a dolgokban. Nem azt akarjuk, hogy érzelmileg nagyon mélyen involválódjon, csak érezze, hogy mindezek a jelenségek nem csak a múltban lettek volna fontosak, vagy nem csak a múltban voltak fontosak, hanem most a jelenben is érdemes ezekről gondolkozni, vagy érdemes róluk tanulni. No, tehát ez a mini quest, a lineáris feladatikus, talán így tudnám ezt mondani legyen. Visszaléptem most a activities-hez, tehát a tananyagokhoz, mindenki látja, és most egy infoquest-et fogunk megnézni. Méghozzá azt a tananyagot, aminek az a cím, hogy van egy álmom. Ezt azért is mutatom meg, hiszen nagyon jó tananyag, másrészt, amit Mészáros Mónika kolléganőm készített, mert hogy ezt is lehet használni a történelmi oktatáshoz, 12-es anyag, és ezekre már nem szokott annyira időt jutni, nem is az a lényeg megint csak, hogy megtanítsuk a gyerekeknek az összes tényt, ami ezzel kapcsolatos, de ugye ez a 20. század második felében levő emberjogi küzdelmekről szól, Martin Luther Kingről és egyéb kérdésekről. Úgyhogy azért szerintem nagyon érdekes lehet a diákjainknak is. Ugye megint a ráhangolódás résszel kezdjük, amiben röviden elmondjuk a diáknak is, hogy mivel fog foglalkozni, és van egy részlet az amerikai függetlenségi nyilatkozatból, tehát megint az előzetes tudását mozgósítjuk, mert ezt azt akarjuk, hogy már tanulta. Illetve megkérdezzük például, hogy miért kell időről időre írásra foglalva megerősíteni a jogegyenlőség elvét. Megint a véleményére vagyunk a diáknak kíváncsiak. Nincsen egy jó válasz erre, mert sokféleképpen meg lehet közelíteni ezt a kérdést. Nem az a fontos, hogy azt mondja, amit én szeretnék mondani,
és a kommentekben is, amit az előbb, az elején mutattam, tartózkodni szoktunk az olyan megjegyzésekkel, hogy na hát ebben nincs igazad, ez biztos nem így van, hanem ha esetleg a diák olyat is ír, amivel nagyon nem tudunk egyetérteni, akkor ezt azért mindenképpen finoman tesszük, mert itt most ugye más a szerepük. Szintén a ráhangolódás részben már itt hallgatunk videót, ez most nem egy klasszikus videóinterjú, hanem egy Martin Luther King beszéd, angolul van természetesen, de magyar felirattal, tehát nem lesz probléma, és a videóinterjúhoz kötődnek különböző kérdések. Kik alkották Martin Luther King hallgatóságát, és ebből mire következtet? Tehát megint azt szeretnénk, hogy a diák kritikusan gondolkozzon egy helyzetről, elemezzen valamit a saját benyomásai és gondolkodása alapján. Hogyan fogadta a hallgatóság Martin Luther King beszédét, tehát van egy kis metakommunikációs jel értelmezés is benne, ami szintén sokkal fontosabb a történelmi tényleg. És nem csak Martin Luther Kingről, hanem például Leon Basztól is hallunk egy interjút, aki egy táborfelszabadító katona, és egy nagyon érdekes interjúja van, mert ő ugye a II. Világháborúban az amerikai hadsereg katonájaként harcolt, ebben a minőségében vett részt táborfelszabadításokban, ahol találkozott ugye a rasszizmusnak egy nagyon szélsőséges formájával. Amikor viszont a háború után visszatért az amerikai Egyesült Államokba, akkor meg számos diszkriminációval szembesült, és hát arra kellett rájönnie, hogy az ő saját országában is. Ő egy tulajdonképpen másodrendű állampolgár, sőt. Tehát ez is egy nagyon érdekes tapasztalat lehet a diákjainknak. Itt ezért Leon Bust idézi a feladat, illetve Paul Parks, szintén egy felszabadító katona interjújának a részei. Na és akkor most érkezünk ahhoz a részhez, tehát mi mindig a ráhangolódásban vagyunk, aminek az utolsó lépcsője, amikor a diáknak választania kell az itt levő interjú közül. És mondjuk kiválasztja ezt a klippet, akkor ő ezzel a klippel fog dolgozni a továbbiakban. Rákattunk a Nextcom-ra. És itt, mint látjátok, az is le van írva, hogy kiválasztottál egy klippet, és választ ki belőle 8 szót, amit fontosnak tartasz. Ez lehet klipből való idézet, de lehet teljesen a saját szabad is. És hogyha meghallgatod az interjút, és beüt ide bármilyen szót, csúfol, ja, most ez valamiért nem fog működni, ezért elnézést kérek, de a lényeg az, hogy itt ki fog jönni rengeteg kifejezés, igen, azért ennél sem nulla szó szerepel, tehát ki fog jönni mindenféle kifejezés, aminek ő állíthatja a méretét is, meg a színét is. Ha közben rájön, hogy mégsem ezzel az interjú részlettel akar dolgozni, mert valahogy ez nem annyira tetszik neki, akkor természetesen itt átállíthatja, életem is úgy akarja, bocsánat, igen, és akkor kiválasztod egy másikat, és a Leon Bass interjút akarja ugyanígy meghallgatni, és akkor abból választja ki a szófelhőjét. Tehát ezért ez egy olyan feladat, amit kisebb gyerekek is, mondjuk 8. gyerek is nyugodtan megcsinálhat. Nem kell bonyolult, hosszú fogalmazásokat írni, nem az a lényeg, nem tulajdonképpen kötődnie kell valahogy ehhez az interjúhoz. És persze sose hagyjuk békén a gyereket, tehát nem írhat be csak úgy hasraütésszerűen 8 szót, ugye most ha én beírtam volna 8 szót, akkor itt felvillanna az a 8 szó, amit ír. Magyarázd meg, hogy miért éppen ezeket a szavakat választottad. Válasz ki egy-két kifejezést, amelyek például ilyen indokolódó választásokat. Nagyon érdekes dolgokat szoktak írni a gyerekek, hogy ők, tehát nagyon érdekes, hogy őket mi ragadja meg egy-egy interjúban. Illetve adjon címet is ennek a szófelhőnek, ami lehet egy választott szó a szófelhőből, meg lehet egy teljesen más kifejezés is, tehát így is még mélyebbre kell mennie a gyakorlatilag az önmagára való reflektálásban. És indokold meg, hogy miért ezt a címet választottad. Tehát választhat teljesen szabadon szavakat, de meg kell indokolni, hogy miért azokat választja. Ő adhat teljesen szabadon címet a szófelhőnek, de meg kell indokolni, hogy miért azt a címet választotta. Tehát ezek nagyon fontos lépések. Itt van is sokszor, hogy még a szófelhőgyártás után is beillesztünk egy kis klippet, és akkor azzal kapcsolatban is meg felteszünk kérdéseket a gyerekeknek. És itt jön az utolsó rész. Igen, szövegírás, ez a communicate rész, bocsánat, kicsit
teszem a képernyőt. A communicate rész, tehát tulajdonképpen megint egy interjúra kellett reflektálni, illetve arra helyzetre, hogy szerinted van-e feladat az egyenlőtlenség, diszkrimináció ellenes küzdelemben, és válaszod az indokolt. Tehát hirtelen ebben a múltbeli történésből, ami persze nem annyira nagyon régen történt még, tehát a múltbeli történésből csinálunk egy jelenkori problémát, egy jelenkori helyzetet, amikor a diáknak át kell gondolni, hogy rendben van, itt valami régi dolgokról beszéltek ezek az interjú alanyok, de vajon most nincsen ugyanilyen helyzet? És hát reméljük rá fog jönni, de igen, és kénytelen azon elgondolkozni, hogy igen, milyen helyzetben. És a reflektálásnak az utolsó fázisa, és kicsit lépek, hogy nézd meg a társai szófelhői is fogalmazásai közül egyet, és emelj ki legalább egy gondolatot, amit érdekes, és így tovább. Tehát, hogy itt a reflektálásban kiléphet a saját világából, és láthatja a csoporttársainak, az osztálytársainak a szófelhőit és válaszait. Én is már csináltam számtalan ilyen feladatot gyerekekkel, és mindig nagyon érdekes, hogy hogyan reagálnak egymás szófelhőire, ami nagyon sem. Jó, és akkor az utolsó feladattípus mutatom most meg, ami talán a legbonyolultabb feladat, vagy hát a leghosszabb feladat, az a video activity, és itt egyelőre még magyarul nincsen olyan sok feladatunk, gyakorlatilag csak kettő, a feladatokat nem nézem. A video activity-nek ugye az a lényeg, hogy videó esztét kell gyártani, tehát a diák az iWitness-be beépített videóvágó program segítségével az iWitness-en található videóinterjúban keres, és vág egy videó esztét. Most mielőtt nagyon megijednénk ettől, ez a diákjainknak messze nem annyira komplikált, mint ahogy azt gondoljuk, tehát ők se percen az kiismerik ezeket a videóvágó felületeket, amely mindjárt erre rá is térünk. Ez a Dönhau, ez a holokauszhoz kötődő történelmi téma, amit irodalomhoz is lehet egyébként használni, vizuális kultúrához is lehet használni. Holló Imre táborban készült rajzait, illetve Erdélyi Lajos videóinterjús visszaemlékezését használja fel a tananyag. És természetesen a consider rész az megint, tehát a ráhangolódás rész az hasonló, de itt most főleg a rajzokkal ismerkedünk meg, és tulajdonképpen a gyerekeket arra kérjük, hogy gondolkozzanak el ugye ezeken a rajzokon, illetve hasonlítsák össze az Erdélyi Lajos interjújában hallható részeket. Ez a ráhangolódás. És amikor elérkezünk a gyűjtőmunka részhez, akkor itt láthatjátok a leírásban, hogy a három előbb megismert rajz közül egyet ki kell választania, és ahhoz kapcsolódóan kell készíteni egy videót. Ehhez egyrészt keresnie kell ebben a piros fülben, mert hogyha majd ezt is mindjárt megmutatom, hogy hogy működik, ezt ugye mi is használhatjuk, megadom nekik keresőszavakat, ezt sajnos angolul kell beírni, de ő is persze bármilyen más szóra rákereshet, megadjuk neki azt is, hogy minimum 5 keresést el kell végeznie, minimum 5 klippet meg kell néznie, minimum 3 klippet el kell menteni, természetesen mi magunk a tananyagfejlesztők változtathatjuk, és itt egyébként meg is nézzük a keresésről magáról egy filmet. És hogyha ezeket megcsinálta, akkor meg kell csinálni ezt a bizonyos videó eszét. Itt megnézhet egy leírást, pontosabban egy ilyen, hát ilyen webinárium félét, ami be van építve az iBusiness-be, arról, hogy hogyan kell készíteni egy ilyen videót, hogyan kell megvágni. Nagyon egyszerű a program, tehát nem felhasználó barát. Illetve van egy kis beépített videó az etikus szerkesztéssel is, mert hát ugye azt is tudni kell, hogy ha mi megvágjuk az interjúkat, akkor nagyon vigyázzunk el arra, hogy olyan dolgokat vágjunk ki belőle, amelyek esetleg feleslegesek, vagy irrelevánsak, ami céljunk szempontjából, de nem szabad, hogy megváltoztassuk azt, amit az interjú alany mond. Tehát, hogy erre nagyon ügyelnünk kell, és persze egy filmhez a gyerekek vághatnak, mondjuk zenét is, vagy bármilyen képet is bevághatnak, de hogy arra is felhívják a figyelmüket, hogy ezt az érzelmi manipulálásnak lehetnek az eszközeiket, hogy csak nagyon csínyán bánjanak ezekkel az eszközökkel. És adunk nekik keret leírásokat is, tehát legyen az interjújában cím, nevek, fotók lehetnek, és így tovább, tehát, hogy ugye, hogy minimum 2, maximum 5 perces videó eszközöket, amiben nem annyira hosszú.
Na most mi is az értelme a videó esztének? Itt tulajdonképpen a diáknak nem szövegesen kell azt megfogalmaznia, hogy például a holokauszt történetéből, vagy a tábori létből mit ragadta meg őt a legjobban, hanem hogy olyan interjú részleteket talál, amelyek megszólítják őt, és ezt egy videó esztévé össze tudja tenni, ez tulajdonképpen nem szorul különösen magyarázatra a részéről. Valószínűleg mi érezni fogjuk, hogy mi az, ami számára a legfontosabb volt. De a záró szakaszban ugye is válaszolnia kell néhány kérdésre, hogy hogyan kapcsolódik az a rajz, amit te kiválasztottál a te interjúthoz, milyen hatást érnek el a különböző típusú források, ez egy önreflexióra kérdik tulajdonképpen a diákot, illetve a reflektálás részben meg tudja tekinteni a többieknek is a videóesztélyét és kommenteket írhat rá, hogy sikerült itt mondjuk, rögtön meg lehet a gyerekeknek azt is tanítani, hogy hogyan kell építő kritikát megfogalmazni, és nem pedig valami sértés, de igazából ezzel nem szokott baj lenni, tehát nem szokták így legalábbis ezen a feladaton egymás bántani. Inkább arra kell őket megtanítani, hogy a jó, meg a nagyon jó kommentnél bőségesebben is lehet valakinek kritikát adni.